Itt vagyunk a Sonic Heroes-ban, Team Sonic láttad, Team Dart láttad, mehetünk tovább, Team Amy helyett, hop-ho, Team Rose, elvileg ez lesz a legkönnyebb, de lássuk akkor, hogy mi a sztori, mert itt van három karakter, amiből kettőt ismerünk, harmadikat kevésbé, kíváncsi vagyok, hol van Sonic, wow, egy újságpapír elrepült Amy kezéből, jön itt Cream, meg egy Chao is jön, okay. Hú, megvan, nem menekült el az az újság. Amy, kérlek, légy óvatosabb. Ez az egyetlen útmutatónk, hogy merre mehetni. Hoppá, megint elfújja a szél. Big the Cat. Ez igen, elég ügyes volt, de már esernyő van nála, vagy mi? Mi volt az ott? Mi újság? Azt mondja, Froggy, ne, Froggy, csokolá, ó, nyugi, meg fogjuk találni őket, nincs idő vesztegetni az időt, gyerünk, let's go, okay, szóval így kezdődik, hát mindenki keres valamit, itt így úgy tűnik ennyi, és a Seagate Omocseo érkezik, mi, ez a tutoriál? Hát én már játszottam 200%-os megvan. Na most kezdődik az első pálya, Seaside Hill és hoppa, hát ez meglepő, hogy itt ide érkezünk. Viszont ezt már azért jeleztétek. A Team Rose az a legegyszerűbb a mindegyik közül, tehát így a nehézségi szinteket jelentik nekünk a csapatok. És akkor itt van Amy nekünk a Speed Formation-nel, itt van Cream nekünk a Fly Formation-nel, és Big the Cat a Power Formation-nel. Velük fogunk haladni, teljesíteni a játékot, és akkor végigmenni a pályákon. Hát itt menjünk akkor így nyugodtan. Jó, ott kell lesz végigugrándozni, végig pattogózni, és akkor megismertük az ő történetük is elég egyszerűnek tűnik nekem, de majd kiderül, hogy hogyan folytatódik, mi lesz, amikor ott úgy Metal Sonic-kal találkozhatnak, azaz a érdekes pont mindegyik teamnél, úgyhogy azt még szeretném úgy látni, na nézzük azokban mi van. És akkor ez az a csapat még, amivel meg lehet szerezni elvileg könnyen majd a Chaos Smaragdokat. Ugyanis a Chaos Smaragdnak úgy lehet megszerezni, hogy fogjuk magunkat, és a kulcsot, amit az előbb a ketrecből úgy kiszabadítottam, azokat elviszik a pálya végéig, és ezek a pályák úgy tűnik, hogy rövidebbek, hát egyrészt most is látszódott, hogy nem ott kezdődik, ahol eredetileg hát a Team Sonic, illetve a Team Dark kezdődött, tehát itt Team Rose azért úgy egyszerűbb dolgunk lesz, ahogy már tapasztalom itt az elején is. Na, mert csak Bignek ilyen támadása van, illetve így körbe tud frogizni egyet, és akkor senki sem kerülhet oda közelünkbe, de igazából az elég hosszas, tehát az elég sokáig tart, illetve így tud ereszkedni, és itt, várjál, itt merre fordul ez a kamera, én egyenesen szeretnék, de nem is a Fly Formation-ben vagyok, nem baj, jó az. Jó, az így is Creammel is haladhatunk. Ő a szokásos, tehát ő nem nagyon változott. Aminek annyi, hogy nincs az a Lightspeed Dash, azt nem találtam. Itt szokott lenni a továbbhaladás, ja, itt is van. Illetve a levegőben a támadása Bignek az, hogy úgy lehasal, de igazából teljesen hasonló és könnyen megszokható. Kicsivel másabb azért az irányítás, az biztos, de Cream az eléggé hasonlít, tehát itt nézd meg, látod, ilyen ütése van Amy-nek, az, ami még valamilyen szinten változó. Jó, hármas szintű, és akkor itt a gyűrűknél, hát az a Rocket Excel képesség van, de nem az a Lightspeed, de az azért jó lesne amúgy, azt amúgy szerettem, vagy ahogy is mondhatnám, hogy még mindig szeretem, tehát az elég jó, az a képesség. Várjál, abba a lövésbe szerintem pont beleszaladtam, csak meg volt még egy pajzs. Jó, akkor ott még egy támadás, és akkor egyenesen tovább. Meglátjuk hány perc, és ez mondjuk most itt ezen az első pályán elég sokat beszéltem így a karakterekről, hogy mi újság, de nem olyan túl hosszú, gondolom már így a pálya, mert olyan hát körülbelül, és itt is a vége, nem is kell kilőni magamat fölfelé? Az igen. Tehát itt még fölfelé volt egy előre haladás, itt nincsen élet mondjuk.
Várjál, hadd nézem, megnézem akkor itt már oldalt. 4 perc alatt szerintem ez simán teljesíthető. 11.000 pont, hát az lehet elég kevés lesz, de meglátjuk mennyi kell, lehet 20.000 kell, vagy 15.000. Ja, mondjuk nem látjuk meg, hanem utána rá kell keresnem, hogy mennyi kell az éránkhoz, az A-hoz. Na lássuk, mission clear. Akkor ki hogy lett a szint lépésbe? Jó, hát az azt mondja, a time bonus 31.000, nézzük, 45.000 sikerült, és ez is B, akkor lehet az 50-et el kell érni az A-hoz. Na jó van, hát ez lehetséges, simán meg lehet szerintem csinálni. Na és akkor most pedig hát megmutatom, vagy hát ezeket már mutattam igazából, hogy milyenek. Az első pályákon, ha szerzünk kulcsot, akkor az ilyen, hogy csak menjünk végig, és gyűjtsünk amennyit csak bírunk. Miután végig megyünk, életeket kapunk. Minden második pályán, vagyis nem minden másodikon, hanem a egy zónán belül a második pályákon lehet a káos maragdokat szerezni. Arról is szerintem mutatok egyet, de ugyanilyen lesz ez a special stage itt ebbe a játékba, szóval, ez 3 életet adott. Ocean Palace, na itt van ez a pálya. Habár mondjuk sikerült a Team Dark és a Team Sonic-kal megszerezni már az első 2. Az első 2 káos maragdot már megszereztem, szóval abban úgy nincs gondunk, én ezt úgy gondolom itt az elején. Hát az elején még könnyebbek is a pályák, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez lehet az oka ennek. Viszont attól függetlenül hát életeket tudok szerezni, meg úgy felvehetem akkor úgy attól még a kulcsokat. Na itt van a Power Formation-nek az egyik ilyen dolga, amit gyakran tesz. És akkor itt van Bignek a támadása, úgy lehasal. Hát igen, az elég kemény. Nem tudom, hogy nem a játék így nem nevezte el szándékosan, vagy nem tudom, de nem nevezte el, hogy ez lesz az easy, és akkor lehetne úgy szépen sorba is menni. Tehát azt is meg lehetett volna csinálni, hogy akkor elnevezi, hogy easy, medium és hard, de hát szerintem mindenki először mindig Sonic-kal mennek, és akkor úgy, hát minden esetre én végignyomom így is, meg úgy is. Csak így most azért így egyszerűbbnek tűnik. Vigyen, ott játszottak a robotok, hogy mit, merre vannak, így nézelődtek, hogy hol van. Nem látom őket. Várjunk, lehet a úgy tűnik, vagy ezt én mondottam, mert nem tudom, hogy lehet-e akkor a falon úgy ugrálgatni, mint ahogy Sonic-kal meg Shadow-val a Speed Formation-nél. Ott kellett volna. Na majd meglátjuk, lesz még biztosan rá alkalom. Jó, egy levelet. Az köszi. Na várjál, mondjuk távolra szívesen használtam mindig a Power Formation-t. Vagy nem távolra, hanem úgy azért közelebb volt, de most csak így tényleg, akik éppen alattam vannak, azok ellen lehet használni ezt az ilyen lefelé támadást. Senki más ellen. Tehát ott úgy volt mindig, hogy szembe van egy kicsit úgy előttem, és akkor úgy ki lehetett lökni. Most csak így krimmel lehet előre támadni valamilyen szinten, meg fölfelé nagyjából ők úgy vannak. És Aiminél meg nincs az a kilövés, hogy csak így egy kicsi kilövés, de néha Aimi átvált arra, hogy úgy a kalapáccsal úgy ütöget, úgyhogy nem tudom, hogy ez easy inkább, vagy pedig hard inkább az irányítás, meg hát a karakterek miatt, hogy milyen. Na végig kell menni, akkor itt nekünk, jaja, végig kell mennünk a technősöknél is. Ja, hát akkor most menjünk Fly Formation, megnézzük, meddig lök ki. Okés, rendben, itt akkor szedjük le, már 3-as szintű úgyis. Jó, még egy kilövés mehet, szóval fog odáig. Nem, csak az Big-gel kell, hogy mennyi föl, és akkor mindjárt ott. Hello, ha-ho, miért nem menjünk fent a fele? Na, gyerünk, most az esernyé, úgy bizony, ezt már szeretem, és akkor így kilövés. Ott látom, lesz majd 2 katona, wow, de nem arra lő ki, hanem ide, 3-as szintű most már Big is. Köszönjük szépen. Ohoho, Bigem! Az a reakció idejű befigyelt, jó volt, jó. Oké, várja, erre egy pattogás, abban volt 5 darab gyűrű. Hát egyszer elveszítettem a pályán, úgyhogy ez így felejtő is szerintem az árang. Hát, na itt ez mi volt? Mindig ezt csinálja a játék! És akkor ott is jó van, már megint vége, ott van. Hát jó, igazából
ahogy játék érzi, én nyomatom neki szépen, mert ott még menne tovább a háttér, nem érzékeli, hogy ott még menne tovább amúgy a pálya. Akkor jöhet az első boss, na lássuk az Egghawkot, hogyan tudjuk. Szóval ti vagytok, akik szórakoztok a seregemnél. Dr. Eggman, te kis rossz csontok! Kis rossz csontok, na majd én Móreset tanítalak benneteket. Jó, akkor menjünk, amikor ott lövöldöz. Aztán jó, még egy ugrás, hát az messze volt. Most meg túl sokat mentem, vissza az messzire volt. Itt fog leszállni, nem? Vagy még tovább, meg mindjárt meglátjuk. Aha, leszáll. Hát megkülönösen jól oda lehetett csapni neki egymás után. Megnézzük, hogy Biggel ez mennyire lesz hatékony. Hát csapdossuk, nem rossz, ha bár a fő célpontot sebzeme, az egy kérdés. Igen, sebzem, és ezzel le is győztem. Azt mondja, hogy ez nem a vég, de én azt mondom, hogy igen, ez a vég. Ez egy 36 másodperces volt, ami egy árank. Oké, Amy, biztos vagy benne, hogy Mr. Sonic itt van? Az én szívem sosem rossz. Oké, az én szívem sosem csalt még. Oké, na menjünk, nézzük meg akkor, milyen nagy épületek van. Ugyanott kezdődik, tehát ez a kezdődés ugyanaz, mint ami a Team Sonicnál, Team Darknál volt. Úgyhogy a hamarabbi befejezés, na az lesz majd szerintem észrevehető. De szaladjunk akkor, ahogy bír. Na ilyenekbe beleakadni a semmibe, az érdekes. Jó, oda felugoltam legalább. Ide, jó, hát oda Fly Formation-nál lehet tovább menni, egy kis boost, tovább, mi volt az? Az ott mi volt játékom? Az most az én gondom volt, vagy kié volt? Hú, ezt a technést is dekönnyű volt legyőzni, máskor már mennyit kell vele szenvedni. Na nézzük itt ide bent, jó, itt van ez a gomb, ezt akkor egy kézzel, láttad Biget milyen erős? Ide bent valami ellenfél, úgy bizony, és akkor így mehetünk tovább. Ezzel kellett volna kezdenem, és akkor szép nyugodtan megismerem. Team Sonic-kal olyan új, de jó lett volna a Team Sonic-os végigtolás. Na jó, nem biztos, jó volt az így is, jó lesz az így is, ez az pocakolásra főleg. Na nézzük, ti majd intézzétek el, én hadd vegyem fel itt a Team Blaster-es, még mindig ez a Team Blaster-es van, és ott van a kulcs is, na nézzük, Team Blast, figyeld, Big, oké, hát ez nagyon komoly Big, amit tud, kulcs is megvan, ha bár a második pályára, ja de még most se kell, mert az első kettő az megvan, szóval azzal nincs gond, nincsen hiba, hanem minden pipa! Így mehetünk, Amy majd középen a gyűrűkkel, ahogy jó, mert olyan hamar vége a pályának, hogy nem is tudok 100 gyűrűt gyűjteni, vagy csak mindig elveszítem, vagy nem úgy veszem fel a gyűrűket, ez is lehet, várjál, oda egy, most is a checkpointot kihagy, mondom, a checkpointot nem akarom kihagyni, nem fel akarom így venni, jöjjünk ide, akkor itt ezt fogjuk meg, ez az, nyílik ez, emögött egy ellenfél, oké, és akkor a másikat kinyitotta, nem? Vagy aha, másik, ott is csak egy sima ellenfél, lazán, nincsenek itt nagy akciók, nincsenek itt nagy gondok. Jó, itt ez a három ellenfél, illetve fent lehet majd még menni, közép, na várjál akkor így, aztán egy, kettő, három, és a szivárványos, jó, oké, Team Blast elérhető, erről végig boost, ott az élet megvan, vagy nem itt volt középen. Hát lehet, hogy volt Team Sonic vagy Team Darknál, de itt most nincs olyasmi. Egy csapás oda, és utána pedig, hát én ezt inkább, inkább szép lassan menjünk oda. Ezekkel mindig bajba vagyok, ez úgy tűnik nem fog változni, hogy ezeket úgy elérni, megfogni, hogy mikor lehet használni ezeket a fogókat, vagy pedig mikor lehet, lassan, vagy pedig mikor a támadást indítja be. Hát az sose jön, vagy hát azzal vigyázni kell, mondok egy ilyet, jó? Itt hamar ugrottam fel, úgyhogy ezért kár. De várjunk, azt meg kellett volna nézni, hogy hármas szintű Amy a technést azt le tudja egyezni. Azt meg kellene. Aha, jó, itt lesz, arra kíváncsi vagyok, mert úgy emlékszem, hogy Sonic-kal meg Shadow-val nem volt ezzel gond. Hármas szintű felpattintja, és utána leesik, és utána lehet. Jó, hát akkor maradunk Biggel, mert azzal gyorsabb lesz. Én úgy vagyok vele. Hoppá, shieldes. Annyi, jó, nincs gond. Egyik,
kar, másik kar, utána egyenesen, na meddig, ahogy itt is lesznek azok a pörgentyűk, na várjál csak akkor innen, ezt hogy kell használni? Így, ez a pörgős, jaja, ahogy megszokhattuk, hát ahogy a nyomógomba nincsen újdonság, nincs összezavaró tényező, hanem ugyanúgy ugrás, és utána a támadás gombját kell használni. Jó, egy támadás oda, repüljünk föl, még egy duplázó, vagyis hát triplázó, oké, egy nyitó, whatever, ho, ez az, mehetünk szerintem a speedform, hoppá, itt le vannak zárva, melyik nyílik, nyílik ott minden, ezt már szeretem, menjünk föl, úgy van, ez az, boost ide, boost odáig, one up, ez az, egy életet kaptunk, jó, nagyon jó, vele egészen teljesen a grindig. Nem látok sokat, de jó van az, jó van. Még néhány gyűrű. 175 gyűrűnél tartok. Ez azért nem rossz, nem rossz. Hát odáig erről a másikról. Úgy, abba, 10 gyűrű. Szuper, szuper, jó hangzik. Lássuk még itt. Lesz, 7 gyűrű kellett volna 200-asig. Jó van az, ez egy gyönyörű áramk. Jó, power plant. Ó, már a liftnél kezdünk? De hanyadik liftnél, mert két lift is van ezen a pályán belül. Várjál, és itt fel lehet turbózni teljesen a tetőre? Hát úgy tűnik, nem. Azért annyira nem haladom. Figyelj, szerintem a második lift, figyelj, az durva lenne, és akkor tényleg elég rövid. De hát igazából olyan, ami, várjál, hopp, odáig. Jó, majdnem, várjál, itt erre, arra át tudok, hát nem értem el. De úgy tűnik, hogy Krimmel fulloztuk, tehát hármas szintű fly formation, az rendben. Jó, innen pedig használjuk tovább, vagy hát arra ráugrom. 10 gyűrű, oké, és egyenes kereszt, jó. Hát innen még most nem tudom eldönteni, hogy ez most melyiknél van. Ups, hát ez... Ez úgy nehéz, maradjunk inkább Amy-vel így szépen, de lehet az sem lesz jó, mert fú, majdnem leesett ő is, amúgy hop-hop, de azért a checkpointot vegyük már fel, jó? Úgy bizony, és ide nézzünk már be, hogy itt van-e valami. Hoppá, még egy level up, és ezek mögött, hoppá, még egy level up. Na jó van, nem csak Cream kapja meg itt a krémeléseket, na várjál, oda, oda, és így, ez az. Egész magasra, ott van, akkor ezt elkérjük, kulcs megvan, habár ez a káosz maradt is, wow, hogy megyünk, várjál, szépen, ugye? Ez a káosz maradt, de még megvan, de hát attól függetlenül életeket lehet gyűjteni, itt vigyázzunk, ne menjünk neki, ah, de alig van beleülük, amúgy alig volt. Jó, Team Blast elérhető, hát nekem az most nem kell, hoppá, vigyázzunk, Big, csapj oda egy nagyot, csak egy csapás elég, és annyi is neki. Ez easy mode, már oda, jó, majd még egyet, aztán kapaszkodjunk ide, mondom ezekben sosem vagyok ügyes, hogy ki kapaszkodik, mit kapott. Ú, végén a lávás rész, az milyen lesz, ajaj, attól tartok én. Erre még fentebb, jó, te is viszel fentebb, mondom viszel fentebb, oda nyissuk ki, oda be tudunk mi jutni, be, azt mondja Bignek kell a szintlépés, jó, itt van valami, várjál, mert hagyjál, oké, okay. Bizony, mindenkinek, hát itt fullozva van a csapat, ennek örülünk, jó, kapaszkodás föl, még egy puffanás, aztán nem, ebből így föl, tovább, erre rá, egy van up, itt van valami ellenfél, vagy mit kellene, hát menjünk akkor ebbe az irányba, még egy, itt lentebb erre, megint Luffy, az utána felküld, még egy Luffy, azzal tovább, szép óvatosan, szép lassan, ú, ott tűzgolyók között, várjál, egy 20-as, és itt a van up, úgy bizony, itt pedig, ha, pálya vége, már is, csű, most indultam be, hát mi van veled, ez is egy árank, tehát akkor megvan a második smaragd is, jöhet akkor, ho-ho, meg vagy drága Sonicom, Amy, te meg mit csinálsz itt, Sonic, itt az idő, most már nem menekülsz el attól, hogy hozzám gyere feleségül, ezt én nem tudom, de azt tudom, hogy ez a boss fight, ez egy olyan kellemetlen szokott lenni, maradjunk ennyibe, meglátjuk, hogy ez hogy megy a Team Sonic ellen, de ez nagyon sokáig szokott nekem tartani,
Én csak szemelgetem a képességet, hogy az bejön vagy nem jön, az teljesen véletlen műve. Én nem tudom ez hogy megy, csak nyomom az ugrást meg a támadást, és ha sikerül, sikerül, ha nem sikerül, akkor meg 5-6 percig szenvedek, és hallom ugyanazokat a dolgokat, de ez most egyből kész lett. Na jó, jó van, akkor ho, mi történt? Ne, csak úgy elment. Ne már, Mr. Sonic. Mi? Mit beszélsz, Scream? Semmit nem mondok. Jó, semmi. Haha. Most már tudom, mit kell tenni. Megtalálom Eggman-t, és úgy megtalálom az én Sonicomat. Oké, Casinopolis. Na nézzük, hol is kezdünk, merre is vagyunk. Ja, itt vele ide a Fly Formation-kel. Ja, ezek nem jönnek lefelé, hanem nekem kell rákapaszkodni. Ja, mert azok így mozogtak föl le, elég nehéz volt azokon végig haladni. Na de itt már lehet, várj. Itt már van egy kis mozgás, azt mondja rá, akkor innen tovább. Lehet mondjuk az egészet át lehetett volna ugorni. Ó, és már is itt a kulcs, habár ez még csak az első pálya itt a kaszinónál, úgyhogy ez még nem azt jelenti, hogy jól mehetünk a káosz és maragdra. Jó, itt lefele csúszkó, az egész jó. Hála az égnek, nem fölfelé kell kapaszkodni. Nem azon a táblán vagyunk, hanem azokat skippelte így a játék nekünk. Ez így egyszerűbb amúgy, egyetértek. Na most fölfele kell kapaszkodni. Jó, akkor idáig. Itt benne akadjább, igen, mert annak nincs jó vége. Mere? Ott mégiscsak föl kellene valami még egy. Az felvisz teljesen, vagy ide lelök. Innen majdnem jó, majdnem. Aha, ott egy záróka, ott a záróka, azokat ki kellene ütni. Azt szeretnénk kiütni, de még nem jött össze. Vissza le. Hú, hát ez itt is hosszú. Jó, ho, ide majdnem. Hú, oda lök be. Oda, várj. Puff. Jó, majdnem félre nyelek már. Jó, de sikerült feljönni. Hú, hát nem egyszerű. Itt se, ezzel ment el az idő igazából. És szerintem ezzel is fog elmenni mindig az idő. Oké, rulett pálya. Nagyjából felénél rakott ki akkor itt ennél a pályánál. Jó, érkezzünk le. Aztán hát menjünk jobb oldalra, jobb az jobb, de igazából már nem nagyon emlékszem, hogy merre az, ami jó. Megint fel kell mászni, hogy az a mászós. Várjál, másik oldal. Ne lökjél vissza le, visz pattints fentebb. Ott egy pattintás nincsen. Akkor küldjél odáig, csak a következőig. Hopsz, az jó, egy kis boost volt, kicsi boost, ott föl. És ide kapaszkodj be, nem? Akkor innen most pif, paf, és ezzel. Jó, aztán át Amy-re. Itt ez az a jobb oldal, az ó, igaz? Teljesen jobb szélre kell menni nekünk végig. Kiugrottam! Hogy az a? Vagy nem? Vagy ja, visszarakott Creamre. Jó, na Amy kiesett, de attól még mehetek, jó? Az igen. Jó, kijött. Oké, ott tovább halad. Jó, lelökött. Itt lesz a vége. Valami hallatszik pedig, de nem tudom még a vége lett-e. De elveszítettem a kulcsot, habár ez az első pálya, úgyhogy még nem nagy gond. Szevasz, mi újság, szépség! Menjél itt dolgodra, én is megyek így szépen le, és akkor Fly Formation-nel feljutunk, ezzel pedig befejeztük. Oké, Bingo Highway, na itt kell figyelni a bingóval, illetve azzal, hogy meglegyen a kulcs, és utána azzal pedig a káosz smaragd. Jó, hát talán a második táblánál kezdtük. De annyi biztos, hogy jó helyen vagyunk. Ott egy ellenfél, várja arra egy támadás, és utána győzzük is le. Ezzel tudunk tovább haladni. Power Type-ot mutatja, akkor használjuk és repüljünk föl. Úgy bizony. Ja, ott van az a robot, azt mondja, találjuk el így Creammel, és utána, így rá. Itt is a kulcs. Jó, akkor ezt jó meg kéne tartani. És nem pedig elveszíteni. Az a baj, itt a bingo tábláknál le lehet esni, így oldalra ki lehet esni. Szóval arra tényleg valahogy extra figyelem kell. Na itt vannak azok, amik az első pályánál mondtam, hogy nem mozognak úgy. Mert azt hiszem itt a Fly Formation lesz az enyém. Hú, jó, Fly Formation ilyen kis level up. És jött a bingózás, gyerünk akkor, hát a számok azok nekem mindegy, hogy melyik van meg, vagy melyik nincs meg.
A lényeg, hogy ne essünk le. Jó, maradjunk ennyibe. A hatos bingo meg is van. Hetesig, még túl is megyek, még egy bingo. Nyolcas bingo, közép 9 bingo. Mi újság van? Oké, de még mellékes kis jutalom is itt van nekünk végig. Elég jó. Aztán innen kilövés, ott lesz egy tábla. Jó, most tovább, vissza lecsúszott, és ne ilyen nagyot, mert annak jó vége nem lesz, hogyha annyira felküld. Itt oldal, ne igaz, vissza le, nem baj, fentebb pattint. Oké, nem oké, azt hittem, hogy be fog menni, de vissza kicsúszott. Jó. Talpra! Fú, na ez komoly volt, verve, akkor így, még egy pocak. Jó, level up meg is van, azt mondja, hogy is kell, egy ilyen pörgős támadást indítsunk be, akkor ellenük, és akkor utána úgy felkerültek, ezzel a biggel pedig oda tudjuk így baseballozni. Jó, fly formation-nel fel idáig, fel idáig, ez így nem jó, vagy de jó lesz, utána ott az ellenfél odáig elküldjük, és utána tovább megint. Rendben, na itt van akkor lehetőség, megnézzük falonugrás az hogy működik. Amivel, az ott van egyáltalán? Nincsen, tehát a fal, jó, és akkor itt lett volna még egy, vagyis hát jelenleg is itt van még egy kulcs, hogyha elvesztettük volna. Falról falra ugrás az nincs. Na akkor indulás, here we go. Na még egyszer. Nem férünk be, szerintem túl nagy a krimmel az az egész csapat. Hú, na még egy bingós, és ez az a bingó, ahol le lehet esni, szerintem ez az lesz az a bingókán. Jó, ott még egy, és akkor ezzel mehetünk le. Kezdhetjük a nagyobb gurulást, itt vannak olyan helyzetek, amikor, rosszul emlékszem, hogy pedig úgy emlékszem, két olyan bingo tábla volt, és a második azért veszedelmesebb. De hát, hogyha könnyű, akkor könnyű, nekem jó az is. Én megyek, esernyőzök föl, ez az, ja, ott kezdődik, jó, megvan, azt mondja, nem is így állva kell, ja, állva lehet így messzire támadni, akkor így körbe ilyen frogis horgászbot támadás, na várjunk, püf, jó, még egyet, oda a kettőt, hármat, de ide bejön középre, és akkor be tud támadni, vagy ez, hát érdekes, én ennyit tudok mondani erre, hogy oda jön mellé, oké, és egy hasalás, illetve ott azt a dobozt össze kellene. Ja, semmi? Na itt a bingo, következő. Na gyerünk, kapaszkodj mindenki, kapaszkodj Big főleg. Jó, itt egyenes, azt mondja egyest kérek. Aztán ők bal szél, ott a lose középen. Akkor, várja. Jobb szélre a hármas, aztán bingozzunk le, a négyes maradhat, vagy legyen meg. Itt közép, ötös, a bingo! 6-os lent, ott jó, még egy bingo, 7-8, hát ebből 7-9 lett szerintem. A 8-asra valahogy vissza kellett volna lőni, vagy valahogy visszajutni, de az nem sikerült. Minden esetre eljutottunk szerintem a végső tábláig, és akkor már csak fel kell jutni a... Vagy ez a lefelé menés, várjál? Ez lehet ez a... miért csak? Ja de ez a lefelé haladós. Oké, akkor szerintem a nehezén túl vagyunk, itt így lent is van egy kis nyugalom, de még keresztül nem tudunk keresztül jutni. Na, most ilyenkor mi újság van? Jó, a játék szeret minket, az az újság. Így, még egy 20-as. 400 gyűrű! Mi van itt a 400 gyűrűvel? Hú, meg a kulcs is, minden megvan. Na, pattanjunk fel, szerintem Amivel így egy pattogás. És akkor innen pedig flight formation fel, és akkor meg lesz a káosz smaragd, mert hoztam a kulcsot. Ott a sárga színű smaragd, menjünk és akkor szerezzük meg. Azt mondja, hogy így közép, jó, az a szél, rendben, össze-vissza járkálózik, semmi gond, szerezzünk be valamennyit, aztán turbo, végig boost, azaz, várjál, itt ezen az oldalt van, lehet biggel lenne érdemes, mert őt könnyebb irányítani ezekben a helyzetekben, és akkor menjünk vele. Jó, meg is lett, váltogattam Big és Amy között, hogy mikor mi kellett. Na és akkor itt vagyunk már újra, Dr. Eggman ellen, na már megint itt van. Oké, gyerekek, ez már az alvás időtök, na most pedig
szépen az ágyba betakarlak titeket, és csucsuka, robot karnivál. Na lássuk akkor, hogyan támadózunk, mi a helyzet. Jó, vele, ennyien voltak, hát nézzek körbe. Ó, itt egy ilyen pad, ez hova visz? Ja, ott lesz, jó, nézzük meg, hogy ott azzal mit lehet tenni, ott milyen, jaj, Team Blast van csak, hát mondjuk, jó, az is, az sem rossz, de én örültem volna mondjuk egy Amy fejlesztésnek, az mondjuk, jó, így is jó, egy pajzsot is kaptam, oda is egy támadás, level up, jó, kapunk mi level up-okat az ellenfelektől, jó, ott fémes, de attól függetlenül le lehet őt is győzni. Így, kész, oké, mászunk föl, ez ismerős ez a formáció, hogy így vannak ezek a repülők, így egymás mellett, jó, ne legyetek túl izgatottak, mert ezek voltak a könnyű, ahol elég hamar, vagy hát viszonylag hamar vége lett, valami 2 perc körül, én még vártam, hogy jöjjenek többen, de jó van az, tudjátok, hogy megy, hiszen már láttátok a Team Sonic és a Team Darkot is, oké. I smell froggy, oké, csokola, cheese azt mondja, hogy csokolá is itt van, na akkor itt vannak most már mindannyian, majdnem már csak Sonic hiányzik, let's go, na gyerünk, kezdjünk akkor a grindot, használjuk a turbo grindot, így bizony szokásos kis turbózgatás, csak ügyesen, ugrálni lehet egyik sínről a másikra, ugorjunk át ide, ez az, ugorjunk át középre, igazából szerintem nagyjából mindegy merre megyünk, csak jól kell nekünk használni a gombokat, és a megérkezésnél figyelni, hogy merre megyünk, na akkor így tovább. Ez gyönyörű volt, Petikém! Hát az a teljes mértékben az én hibám volt, minek ugrottam én arra, hát azt elrontottam sajnos, de semmi gond, hiszen most nem a rankokra megyünk még. Egyébként akkor ott újra kell kezdeni, mert épp az első checkpoint után volt az. Jó, itt egyenes speed formationre át. Jó, hát köszi játék. És akkor ide érkezik, rendesen lerak a játék, mert valamikor nem tesz le rendesen. De az előzőnél, amikor leestem, az természetesen az én gondom volt. Jó, itt ez a 3 karikás? Azt hittem. Végig, jó püffa puff, és aztán egy kilövés, következő checkpoint, jó, van egy 2 ellenfél, gyorsan szedjük le, és akkor boost tovább, föl, ez az, egy nyomógomb, haliho, merre, ez igen, na jönnek, várja, merre jönnek, hoppó, még egyel arrébb, megint arrébbot mutat, hát ez most mi volt, én csak ezeken a sineken akartam változtatni, de jó, aztán így is rendben lesz. Gyorsan, jó, be középre, itt kell azt mondja valamelyik nyitott, aha, és akkor itt feljutni. Gyerünk, Amy-vel föl, és akkor beállítjuk majd megfelelően a sínt, vagy az a második pálya lesz lehetséges. Az a második, az erre egy támadás, és utána innen erre, aztán tovább. Jó, biggel csapjunk oda, püf, még egy, hát ez így, lehet, hogy szükségtelen, hogy mehetünk mi tovább így lazán mennyi. Oké, annyi momentum pont volt, és akkor csúszhatunk, ez az big, oké, kapaszkodj azért, egy ilyen nagy macska is jó megy, na jó, vissza Amy-re. Aztán jó lesz, hogyha vele haladunk. Azaz, micsoda pauzok még közben, nagyon ügyes, nem semmi. Hát itt ki lehet ott szállni a kulcsért, de az most számomra nem szükséges, úgyhogy nyomjuk tovább és figyeljünk vissza. Középre akartam jönni, de valahogy ez nem úgy ment. Akkor maradjunk inkább középen itt a sineknél. Cream úgy megy ott elő, mindjárt leelejzlek, mi van veled? Hú, de a Big is utalért minket. Az igen, jó, ügyes. Wow, itt elég veszed. Na most hova teszel? Most hova ejtel engem? Ide erre a... Fú, játék! Ez a Team Rose? Vagy én néztem el egy csepp? Hogy a... Jó, állj vissza, mert a fly for me. Ott nagyon be volt durvázva ez a helyzet, de jó, végül csak sikerült. Na várjál, hasaljunk le, aztán szedjük szét ezeket a pajzsos robot... Nem hiszem el, hogy ez a pajzsos így kifogna rajtam. Jó. Neki is egy, meg még egy, hányat szeretnél. Ezen forgassunk egyet, vagy jó van ez így? Hát nézzük meg így, mit szól hozzá a játék. Jó, az kapaszkodj, még egy.
Jó, így most már mehetünk, de Bigaz csak csúszik össze-vissza, szerintem azt sem tudja, hogy hol van, vagy hogy mit csinál, hogy nagyon-nagyon élvezi azért szerintem, a félelem és az élvezet között ott lehet. Na jó, itt a vég. Oké, Bullet Station, na ez itt a második pálya ebből a fajtákból, úgyhogy itt extra figyelemmel kell kísérni a kulcsot, és hát azok az... itt mennék a Lightspeed-essel, de szerintem én mivel nem lehet, ha jól tájékozottam, de én nem tudom ezt a kalapácsot tudja használni. De hopp, vissza le, föl, kilök minket, oda egy támadás, vagy inkább még egy, és akkor mehetünk föl Biggel. Na várjál, Big, vegyél elő valakit, püf, újni, baseball ütőzik, nagyon komoly, ahogy megy. Jó, ez az, feljutunk teljesen, és aztán itt a nyitó, ott a kulcs, már is, jó, és utána akkor a kilövés, nem tudom, azt hiszem, vagy kettő vagy három ilyen kilövés van alapból a pályán, kettő vagy három, de itt meglátjuk, meglátjuk akkor ez a hanyadik, de itt tudom, itt akkor a lufikat kellene, itt bal szél, itt közé, jobb szél, balra, jó, így egyszerre kettő, egész szép volt, vissza Amy-vel, jó, most már csak jussunk el a végéig, na várjál, hopps, valakit elfogott, nem hiszem, jó, azokra, gyere csett elő, üf, másikra, várjál, annyira pajzsos, annyira védői pajzsos, hát nem igaz, hogy annyira védői pajzsos, hát benyomom akkor a főtámad, na, egy ilyen, mennyi hasat adjak neked, hát nem igaz, hogy hagyom én inkább ott pocapoljon. Jó, innen teljesen oda föl, és ezzel elég... Tá, pedig ott lehet, hogy az a... Lehet, hogy ott az a szány lett volna, és akkor a szánya még sikerült volna. Na jó, nem baj, most már nincs pajzsod, úgyhogy csapjunk oda. Amy-nek egy level up-ot kérek, és akkor menjünk a kék színűn itt ezen a szélen. Úgy bizony, föl, és akkor haladhatunk ebbe az irányba. Egész jó, hármas szint megvan Amy-nek. Akkor, ami azt jelenti... Ezek után, hát várjál, vegyük le először is, vegyük le azt a pajzsot róla, várjál, csak hogyha nem szaladgálna, akkor elkapja, és utána Biggel egy csapás, ezzel pedig, wow, Cream, hogy kilejtte magát, az igen, látom, nem aprózza el, jó, nézzük, hogyan tovább, Fly Formation-nel ide föl, Power-rel pedig le, és ez a második kilövő, mondom, a Power-rel pedig le. Ja, ez lesz, amikor a vonatoknál lent a... Igen, ez nagyon jó ez a rész, amúgy. Nekem ez nagyon tetszik. Már ha küldjünk oda akkor egy tornádót, hogy a pajzsot levegye. Utána Biggel pedig egy támad. Ja, már... Ja, csak felküldtük. Jó, nekem az is megfelelő. Várjál, csak nem itt volt egy gyűrű is. Hát akkor azt elkérem, jó. Így az életeket is szépen gyűjtjük. Annak annyi, Power-rel ide egy csapás. Jó, így csak egy volt, de ettől függetlenül jó az. Örülök, hogy van egy ilyen is. Másikra kellett volna. Na nem baj, ez is jó volt. Bónusz pontot azért adott. Jó, itt most elengedtem a kontrollert, hogy szépen lerakja. Ott a pálya vége. Már is? Már csak fel kell jutni. Aha, akkor azt mondom, hogy itt ugorjunk le, és akkor Speed Formation-nál jutunk föl, vagy hogy is lesz. Mindjárt kiderül, pik-pak-puk, és akkor ezzel, hát nem teljesen odáig. Jó, és akkor nem is kell tovább menni, mert itt a pálya vége. Ó, hát itt még se az eleje nincs benne a pályának, se a vége nincs. Na mindegy, a lényeg, hogy szépen haladunk, új, nagyon szép emeráldok vannak itt nekünk. Jó, kettes szintű nekünk az összegyűjtés. Ó, nem, Biggel menjünk. Mert a bombákat úgy, ha megküldi a játék, akkor én mivel nem nagyon, de úgy tűnik már Biggel se tudom irányítani annyira. Jó, várjál, most szerintem mehetek. Hoppá, de én mivel kellene. Ú, de rossz. Letelt. És ilyenkor nem lehet visszamenni. Na jó, majd visszajövök videón kívül visszajövök. Na mi ez a furcsaság? Egg Hawk ellen már voltunk. Egg Eagle olyan nincsen. Viszont olyan van, hogy Egg Albatross. Jó. Na menjünk. Itt van ez az Egg Albatross boss fight. Na gyerünk, akkor patogunk föl, aztán csat. Várjál, ez itt most nem is sebzi, csak én itt így ugrálok. Hát nekem
nekem akkor az nem kell, hadd menjek akkor közelebb egy kicsit, aztán felugrok, és akkor itt csattintom széjjel, így né, darabokra szedjük, hanyas, 20, 20, 17, 16, oda, az is jó, 15-ös életpontja van ott középen, de nem sebzi tovább, úgyhogy menjünk. Azt mondja, most előrébb jössz? Hát igen, előrébb, de akkor menjünk, 13, 12, ó, hogy ez a, na várja, menjünk még közelebb egy kicsivel, most oda, nem, még visszafele, így, 4, 2, 1, most leesik az alja, minket pedig, hova tesz, most akkor merre menjünk, várja, két fázis, hoppó, közelebb, jó, egy szint lépés ide, köszi, erre kapaszkodjunk rá, és akkor jöhet a következő menet, azt mondja, jó, indulj, hát az, ó, nem tudsz pindeselni, Amy, akkor most ugorjunk fel, és akkor támadjuk, ez sebzi, aha, 43-44, na itt csak végig kell spamelni, és akkor legyőztük, 30 alatt vagyunk, 9-6-3-2-1, retreat, visszavonul, hey, 3 fel, ó, már azt hittem, hogy még van még egy, még az alap ott van neki. Na jó, ne, oh, mindig azzal vagyok, hogy Sonickal szép gyorsan. Na akkor ugorjunk fel, és most pif. Na van, ugorj fel, és most pif. Ugorj, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ott van ennyi pontja van, ennyi életpont. Gyerünk még oda, csipjél már le párat. Hát nem igaz, gyere, csip már le azt a... Ó, hogy ez... Na várja, most sikerül egy ugrás, és utána még egy, na várja, egy ugrás, és még egy csíble. Már csak az az egy kellett neki. Oké, itt van az az átvezető. Észreveszik, hogy Eggman az csak egy átverés, egy robot volt. Itt nevet. Amy elég mérges lett, hogy ez csak egy hamisítvány. Froggy, merre vagy? Kérdezi Big the Head. Menjünk haza. Cheese, mi a baj? Kérdezi. Chocolate, ciao, ho, mi történt? Igen? Ciao napping, ez egy ciao rablás, de miért? Nem vagyok benne biztos, de Dr. Eggman biztos, hogy köze van hozzá. Nem fogjuk hagyni, hogy elmeneküljön. Gyerünk, menjünk innen. Oké, okidoki, mondta Big, és akkor itt, ja, itt nem mutatja, hogy akkor ott Metal Sonic volt, aki gyűjtötte az adatokat elvileg. Szerintem akkor megtanulta Bigtől is azt a szép, ügyes esernyő használatot. És akkor jöhetünk a Froggy világába. Mit fog szólni? Erre vagyok én kíváncsi, hogyha itt meglátja, hogy itt van egy nagy Froggy. Mond valamit, Big? Nem mond... Ha, Froggy? Vagy mondod, igazából itt a Froggy, hát nem tudom, mit csináljak ezek után, de megvan akkor egy Froggy. Lehet, hogy nem az ő Froggy-ja, de ott volt egy. Áj, de szép ez a hely, nekem az nagyon tetszik ez a világ. Jó, akkor reméljük most nem leszek olyan nagy bajba, mint az előző világnál, hogy eljutok a káosz maragdig, de nem lesz meg majd az. Viszont akkor sincsen gond, legalább már egyszerű kipróbáltam, és akkor következőnek tapasztaltabb, ügyesebb lehetek. Ide most nem kell a kulcs, tehát ez az első pálya, úgyhogy szerintem maradhatunk úgy kulcs nélkül is, nem olyan fontos. Ami fontos viszont az, hogy ezt az ellenfelet legyőzzük, és utána haladjunk tovább erről a kis gombáról, vagy így virágról. Jó, egy bimbo, ez az. Speed formation, futás előre. Hát, ez nagyon király, ez tetszik. Jó, középső útvonal, 5 és 5, tehát összesen 10 darab gyűrűt meg is szereztünk abból. Kell még néhány, pontosan 2, hogy meglegyen a 100, ami egy életet ad nekünk. Hát ez azt hiszem fly formation lesz, hogy tovább haladjunk. Wow, ott aztán beindultak a számlálók. Jó, még egy checkpoint, még egy gyűrű ott van, az most nem kell. Viszont Big az kell, hogy itt üssön egyet, és akkor szépen haladjunk fentebb. Bal szélen látok egy speed formation mutatót, de lassan haladjunk el odáig, mert baj lehet belőle. Innen ez nagyon szép kis virág, amire rákapaszkodunk, és indulunk. Luffy-kat lehet majd eltalálni, hogyha jól irányítjuk a karakterünket. Zuhanás közben is, jó, egy ötös gyűrű, ott is lent is egy ötös, és a kilövés, nagyon jó, bele akkor az indába, és ezzel csúszhatunk le. Á, de jó ez a pálya, nekem legalábbis nagyon, és itt már is vége van, nem már pont az a pálya, amit hogy szeretek, na jó, hát ha itt a vége, akkor itt a vége, ha jó, még veszítsük el,
Jó. De még így is áránk. Lost Jungle, na nézzük, itt úgy kezdődik a nagy ellenfelek, igen, a nagy ellenfelek, ha bár nem a pálya legelejétől. Na nézzük itt akkor, hogy lehet ezt a nagyot legyőzni. Oda küldünk egyet, 24-25 körüli az életpontja, ugyanúgy pörgőzik, ugyanúgy elszédül, nem? Ja, csak egyből ledől, tehát abban nem vagyok teljesen biztos, hogy egyből ledőlte, de valahogy úgy tűnt. Jó. Fly formation, repüljünk föl, ide, hadd nézem, jól van, itt egy rossz frogi, egy darab gyümölcs esik le nekünk, jó, akkor az úgy nem túl durva, hoppá, a tüskések azért itt vannak, tehát azokat nem hagyták ki a játékból, és én is, hát elkaptam sajnos egyet a tüskével együtt, jó, oda kiküldöm, azt a lufit szeretném, 10-es volt benne, az mindenképp hasznos, jó, kilövés tovább, itt van a kulcs, ezt visszük, következő smaragdot gyűjtjük, mert ide egy ilyen támadás, és utána haladhatunk, kapaszkodj rá oda, jó, itt jól fellöktél, ez szép volt, aha, itt erről a csapdáról kellene, csak de tudtam, hogy nem vár. Fly formation tovább, gyerünk idáig, megint repülés, jó, rendben, várjál, ott egy támadást intézzünk oda, és akkor innen bounce tovább, jó, ebből checkpoint, és akkor végig szépen a menekvésre vagyok még kíváncsi, erre csak hopp, nyugalom bizony, jó, ott van a 20-as, ez jó, hogy nem hagytuk ki, szépen egyenesen tovább, speed, erről van szó, 63 gyűrűt fel lehet tornázni, nem sok kell még, főleg olyan 20-asokat találok még. Egy támadás oda előre, bal szélen van egy, azt találjuk már el, egy 5-ös volt benne, abból szintén egy 5-ös, pikpak meg lesz ez, ha így haladunk. Jó, bounce föl, erre, opo, jó, már megint ez a sötét, vigyázz a gyümölcsökkel, vigyázz, ez a frog ez nem akarja út nekünk. Úgy tűnik, ho, szépen, ide egy pörgetés, Amy-vel, és akkor utána tudunk, kapaszkodj meg, nézzük, ott van jobb szél, ne, el is veszítettük, nem onnan, jó, megvan legalább akkor az az élet, amit a 100 gyűrűvel tudtunk megszerezni, level up-ot is kaptunk valamelyik ellenféltől, illetve a checkpointból is lehet, nagyon jó, elég szép előrehaladást tettünk meg. Power Formation-nek kell, itt lesz az a kettő, vagy... Hát úgy volt szerintem a Team Sonic-nál, hogy két olyan nagy boss, miniboss is volt, de most csak egyet láttam. Legyőzzük, Team Blast, aztán haladjunk fölfelé. Okés, mindenki rendben, Big az egyes szintű, úgyhogy megyek vele, hogyha lesz itt majd egy checkpoint, vagy az lehet később. De milyen checkpoint? Már a vége! Mi van? Még egy áranc! Na nézzük csak, mi a helyzet, Vektor. Elnézést, asszonyom, kérdezhetek valamit? Ha ez egy randiról van szó, akkor nem. Azt hiszed, hogy én csak hülyéskerek, te kis szemtelen. Na most add ide azt a csáót. Mi? Te vitted el csak a csáót is? Nem kedves dolog így beszélni a barátaimmal. Okay, rock and roll. De milyen? Ez mi volt ez az átvezető? Hogy van? Team Chaotix ellen. Na jó, menjünk akkor, küldjük le őket. Próbáljuk akkor nyomni ezt a hurikán támadást ellenük, és akkor valahogy lelökni őket. Merre vagytok? Már nincs is itt senki a képe. Mi van? Amy az egy OP karakter. Overpowered. Olyan erősen darabokra tépi a csapatot. 15 másodperc. Mi van itt? Hát ez kemény volt. Na de Big azt hiszi, hogy elvesztünk. Nem tudjuk merre vagyunk. Félelmetes hely. Nem akarjátok megtalálni csokoládét és frogit? We can do this. Meg tudjuk ezt csinálni. Na menjünk akkor keresztül a spooky scary skeleton. Na jó, kezdjük akkor, nézzük akkor, itt végig kell lesz menni, majd azon a... Ho-ho, csillengő, mi újság volt itt? Várjál, Bigem, azt mondja, csapjunk oda, csapjunk ide. Itt kell lesz majd azt a kihívásokat csinálni, amikor mindegyik formationnel valamit menni.
A Spooky Scary Pumpkin Jack. Ki látta azt a végigjátszást? Na, az egész jó kis Pumpkin Jack-es Halloween. Idénre mi legyen Halloween-kor végigjátszás? Hogyha idáig nézted, akkor erre tudsz válaszolni. Figyellek a komment szekcióba, mindenkire próbálok válaszolni. Úgyhogy még régebbi videókra is úgy szoktam, na várjál, ott az be van zárva. Itt lesz a nyitási lehetőség, gondolom én. Wow, akkor a pocakkal te! Tjú, Big the Cat! Hogyha ott leugrik, annak bizony annyi. Where am I? Hol vagyok? Fejjel lefele világok. Jaha, menjünk, jó? Hoppá, még egy switch, jó van, a játék itt még nem bonyolítja túl. Egy switch ide, egy switch oda, aztán Nintendo Switch-et toljuk tovább. Mi van? Mi újság? Nem is volt jó? Vagy valahol egy kapcsoló? Várjál, hadd nézem ezzel, mit tudom. Mit? Meg kellett volna találni itt valamit? Hadd nézem már, mert én itt nem találtam semmit, ez egy zárt dolog. Akkor a fordulatnál kellett volna. Szerintem csak nem figyeltünk, vagy nem figyeltem én oda eléggé, de most, mintha valami platformot észrevettem volna. Hop-hó, bizony, ez iszony, és akkor így lentebb, jó, visszafordulunk, és most már nyitva lesz az ajtó. Oké, bevezetik itt a játékost, csak nem ezt tették ki első nehézségnek, vagy első végigjátszásnak, szóval, hát ja. Van egy ilyen döntés, vagy hát volt egy ilyen döntés. Várjál, csak odafentre nézzem, egy kilövés, így, tízes. Jó, hagyja békén. Jó, egy grind lefelé, azaz, szépen. Minden rendben lesz, ne aggodalmaskodj. Minden oké, pif, kilövés, még egy. Oké, és már is megvolt a 100 gyűrű. Várjál, nem így kell a Rocket Excel, gyertek mind a három. Nem jönnek. Ó, pedig ők egyszerre ki lehet lőni, de hogyha nincsenek itt mellettem, akkor csak egy ilyen lesz. Amikor ott ugye a kalapáccsal úgy csap egyet, az eléggé kellemetlen, hogy én nem azt szeretném, de nem nincsenek ott mellettem, és akkor így történik. Na de, nem az a lényeg, hanem az, hogy gyerünk és teljesítsük, úgy bizony, ezzel forduljunk. És pörögjünk végig, azt mondja, itt lesz a leérkezés, és utána tovább, hogy valahogy jó, tízes, azt mondja, wow, ne ijeszgess már, hát az nagyon magasra megy, úgyhogy még azt nem érem el, de most már így igen, ott lesz egy aranyozott, vagy egy barnás, vagy milyen az az ellenfél, jó, valami barna színezet, jó, püfre egy ilyen támadást, itt a speed formation, hát miért, itt nem inkább, a fly formation, hát hogyha speeddel megyek, nem tudom, hát mondjuk lehet megáll a szélén, de akkor is azért inkább azt mondom inkább, hogy szedjük le, azt mondja ide, jó, odáig, mondom, nem baj, mondom, csak a fly-jal lehet leszedni ezt, és akkor nem olyan érjük el. Jó, ott a pálya vége, oda nekem fel kellene jutni, de hol van itt a fordító? Tehát, ja nem, az a platform lesz, ami segít, ez a platform. Jó, és innen pedig csak be kell ugorni, nem? Vagy bevisz. Jó, oké, kész is. Mystic Mansion, végre megérkeztünk bentre. Jó, akkor úgy látom itt még az a nagy ellenfél nincsen, de legalább már akkor itt van a kulcs egyből. Jó, lássuk, tapasztaljuk, hogy itt hogyan mehetünk előre, nem fognak változni ezek a szobrok. Nekem úgy is jó, grind fölfelé. Jó, azt mondja, mi van itt, kapcsoló vagy valami. Aha, ott a figurám, ha, nézd már kifelé, hello, mit akarsz, csak semmi olyasmit, jó? Itt csak ez így rendben, vagy vagyis melyiket kell itt csinálni? Ja, az ellenfelet legyőzni, mert akkor küldjünk rá egy ilyen pajzs elvételt, egy pajzs elvétel rendel, jó, utána pedig egy baseball ütés, ez az, és akkor itt van a switch, egy jó kis hang, kicsit olyan, mint az Infinite a Forcesból, nem? Nem olyan kicsit a hangja, vagy csak nekem van olyasmi. Jó, megsebeztük őket, ezzel pedig le is győzhettük, szépen, jó, patogunk, pif és pap, ho-ho-ho, lassan, fly formation-nel fel, kérünk akkor egy checkpointot, nézzünk be ide, vagy inkább majd progival, jó, oda pif, neki egy nyitást,
hoppá, dobott egy finom kis levelápot Aminek, akkor Amivel küldjük meg a pajzselvételt, egyet, aztán oda, ott ja, másiknak is mehet, meg ott lesz a varázsló, tűzvarázslóval pedig ne szórakozzunk, hanem menjünk és csapjunk egyből oda, és akkor Amivel pedig így végig, rendben, big rát, piff és paf, jó, de ezzel mit oldottunk itt? Ez itt semmi, ez kellett volna kinyitni, de ezzel csak jönnek elő azok a festményből úgy rendni. Jó, Team Blast, és akkor le is győztük őket, azt a nagyot is, nem szórakozunk velük, jó, akkor ide kell egy Amis pörgetés, ott le egyenesen, Biget nem tudom, hogy bírják el, de biztos igazuk van, és nagyon ügyesek, jó, és akkor jöhet egy kis bobozás, na gyerünk, vagy inkább bányász kocsizás, hajrá Big, kapasz, kogy, vigyázz a szellemekkel, azt mondja egy ugrás oda, egy átugrás, jó, oda nem kell, szépen haladunk, jó lesz ez, oké, végig is szaladtunk rajta, Biggel meg is érkeztünk, oda fel kellene menni, aztán megnézni. Na mi van? Hadd nézzük már meg, mi van abban. Egy nyomógomb. Oké, azzal meg is voltunk. De itt mi van? Semmi? Hát köszönöm szépen. Na itt melyiket azt mondja, hogy bal szélső, vagy hogy is volt ez a switches? Jaja, ez jó lesz. Oké, oda kértük. Innen hipp és hopp, fölfelé. Ez az. Innen még egy... Ha? Hallom a pálya végét? Hallom bizony. Ez már itt lesz. Lehet, le kellett volna még győzni a varázslót, de jól van az. Mert így is megvan az áram. És akkor mehetünk. De szép. Na jó, ezt a lilát. Meg mindegyiket meg kell nekünk szere. Hogy az a... Na vere, kettes szín, gyerünk, turbózzunk rá. Itt már is az elején. Úgyni. Gyerünk, ne menj el messzire. Mert én jövök. Vere. Már nem is látszik. Hol van? Hát nem igaz, hogy már így eltűnt. Fia, úgy nyomom, mint a vadállat, és mégse éri utolfele. Hát ez nagyon... hát én azt hittem könnyebb lesz, de ez nem könnyű, ezek a special stage-ek. Letelt az idő, hát eljutni könnyű, de nem tudom befejezni. Hát ilyenkor... Master Monkey! Hát ez hogy? Ezt szerintem még sose hallottam, hogy bajuszt majom, így hívta Eggman, hát ez nagyon komoly volt. Robot Storm, na gyerünk, fejezzük be ezt a bossot is, jönnek akkor a szépségek. Pattogózzunk fentebb, akkor teljesen úgy fel... Wow, hát ez mi volt? Jó, most rendben van. Csak lehet szerintem pont amikor nyomtam rá homingeteket, akkor pont valaki akkor legyőzte, szerintem az volt a gond. Jó, level up, az meg is van. Valami más level up van itt, vagy hogy ez ennyi? Hát ez úgy tűnik, hogy ez itt ennyi lesz. Jó. Várjál, még ott van még egy püf. Oké, hát itt a kardosok nem is tudják sebezni Amit, vagy valahogy úgy veszem észre, hogy hiába kardosok, de nem nagyon sebződünk, tehát lehet spamelni úgy, ahogy szeretném. Nézd, mert most is pip, pap, pip, puf, annyi nekik, de nincsen gond belőle. Már arra mondjuk úgy, kész, oké, mehetünk a switcher, de sokan vagyunk, na hát erre nyomjunk egy Team Blast-et, én azt mondom, lehet, hogy jön majd nagy robot, és ezt most sajnálni fogom, hogy ezt elhasználtam, de itt van mondjuk egy bezárva, tehát mondjuk lehet, hogy az úgy segíteni fog, jó, akkor most sebezhetetlen vagyok, már a zene is adja, meg minden oké, úgyhogy menjünk csak nekik. Jó, ennek a pajzsosnak, meg főleg, gyere csak elő így egy hasas, mondom, nézd meg, hát mit csináljak még veled, hát ezek után, na még egyet. Jó, itt van a Team Blast, ezt ki ellen hogyan kell használni, most jön majd biztos akkor a nagy robot, igaz? Jó, az akkor a nagy robot ellen szerintem használjuk, ez után meg két nagy robot, jaj, már ki sem bírom mondani, ez után két nagy, ja nem, ennyi volt a boss, 1.31, és szerintem az áránk az 1.30-tól lett volna meg. Nem, így is megvan, jó van. Akkor ez egy szép menet, egy újabb szép menet. Lássuk akkor az utolsó világ. De bolondok vagytok, halálvágyatok van. Nézzétek meg ezt a sebezhetetlen
végtelen erejű, univerzumot meghódító, mindenséges, szépséges Battleshipet, anyahajó, csatahajó. Na menjünk és kapjuk el ezt a bizonyos Eggman figurát, nyomjuk neki, úgy bizony Amy, Cream és Big the Cat érkezik. Ajaj, elég félelmetes mi, hát akkor kapaszkodjunk ide, és toljuk végig. Jó, egy ugrás oda, gyerünk, nem ért el. Hú, de jó lett volna pedig, na nézzük ide bent egy-két. Aha, jó van, szétdarabolunk itt minden, ez a nagy nyomógom. Oké, azt mondja Big Slam, hadd nézze. Jó, ez most lőtt egyet, és akkor most mi van? Ilyenkor most mi újság? Ilyenkor most mi? Még magasabbra, vagy még magasabbra? Meg még magasabbra? Hát jó, de meddig? Ameddig itt így ide akarunk bejutni? Ez megérte? Hát nem értem. Jó, Biggel már mehetünk akkor szépen tovább, csak ügyesen. Jó, első kis checkpontunk, aztán itt ezek működnek az ágyuk, vagy nem? Mert én megyek anélkül, vagy még addig nem lehet menni. Jó, csapjuk szét akkor az ágyukat, én azt mondom, szerintem az lesz itt a megoldás, hogy beinduljon, vagy még... Jaja, itt a kapcsoló, rendítsek, esernyő elő, és akkor haladjunk. Fentebb, itt van még egy, gondolom akkor... Minden rendben, semmi gond. Jó, azt mondja itt, szerintem bármelyik oldalra megyünk, az jó. Itt el mögött valami, fejlesztés. Kettő darab gyűrű, nem mond már, legalább egy kapszulát el lehetett volna helyezni. Itt egy pattogás, ajaj, várjál, itt kerüljünk erre. Szerintem, húha, jó, úgy tűnik ez most egy biges pálya, nagyon sok power formation van itt, és akkor vele kell menni, szerintem felesleges átváltani. Ezt az ellenfelet le tudjuk így, ezzel így nem tudja ütni, nyom egy ilyent, Amy nyom egy olyat, akkor beindul egy kis lehetőség a szédülés után, hogy támadjuk. Jó, úgy végig spamelhetjük, power formation-nel fel ezt aktiváljuk. Utána tehát kérjük el a pajzsot, kérjük el azt, nézzük meg itt mi van ebbe. Jó, és akkor emelkedünk még fentebb. Hú, hát ez nem semmi. Oké, ez a pálya is jó ki van alakítva, azért volt fejlődés az első pályákhoz képest. Kellett azért fejlődni a játékosnak attól függetlenül, hogy ezt az egyszerűbbet választott, vagy hát ezt a Team Rose-ot tolja. Ettől függetlenül ugyanúgy, azért ez már... Na várjál, most akkor döntsük már el, mi újság van, hova, merre megyünk. Na, úgy bizony, úgy induljunk neki, lendülettel... Jó, szépen tovább, megint egy ugrás, odáig elérek, el bizony, 10 gyűrűért megérte. Itt újabb gyűrű, és aztán középen, jó, egy kilövés, wow. Jó, ezzel indítjuk be, és kapaszkodjunk. Na, szóval fentebb, vagy lentebb. Nézzük, jó, gyűrű, fentebb, jó, szépen kerüljük ki ezt a Battleshipet, egész nap itt harcolunk, emlékszem, második pálya az olyan, hogy már éjszaka megy, vagy hogy van, valahogy úgy van, Froggy itt van, Fishing az itt van, hát Fishing az nincsen, ilyen magasban tuti nincsen horgászat. Várjál csak, még mindig megyünk egy kör? Jó, akkor haladjunk, csak vigyázzunk. Landoljunk ide, és akkor itt van pont a checkpoint, ez nagyon jó lesz. Rendben, aztán... Oda ne támadjunk, inkább csak menjünk szépen végig. Én azt mondom, hogy itt támadás nincsen, mert akkor leesünk. Ezt talán ezt szedjük szét, mert egy bounce-al megyünk tovább. Itt ez olyan biges. Várjál, egy, még egy, de előrébb pocakol, mint ahogy kellene. Nem baj, ide lent megcsinálom, ide lent is jó. Jó, feljutottunk, jöhetünk Krimmel akkor ide. Fellök, tyú, nyújtahúzatok, várjál, őt le kell győzni. Ja nem, anélkül is szerintem fel tudok jutni. Így né, fly formation-nel. Ez az, ott lövöldözget. Éppen mögöttem, mellette elfértem. Jó. Amy-vel gyerünk, kapaszkodjunk fentebb. Ja, itt lesz az a nagyobb ellenfél, meg itt... Ja, ide nem jönnek? Jó, hát ha nem, akkor nem, de ez az ágyú, ez itt van. Illetve ott a másik ágyú is, azt is leszedjük. És utána jöhet az Amy-s kábítás, utána pedig a biges
mondom a biges támadás, így lesz kész, ha bár még ott van egy arra, azt még elkérjük, jó, és akkor itt lesz a vége, rendben. Hú, oké, Final Fortress, innen indulunk, na kíváncsi vagyok, lesznek-e azok az ellenfelek, amik olyan sisakos, nagy minibosszok, vagy hogy is voltak. Itt az elején kezdünk, úgy tűnik, de nem szépen. Jó, itt lekapaszkodunk, erre rá. Aztán tovább, megint összetörik minden, aztán hú, akkor gyorsan kellene menni. Itt most nem lesz a falról ugrángatás, tehát az arra figyelni kell. Itt erre, fly for nation idáig. Jó, itt valamelyik mögöttán ez szokott lenni a jobb szélső. Volt azt hiszem a Team Sonicnál. Nézzünk szét, hogy hogyan juthatunk fentebb, mert emlékszem valamelyik alatt volt egy bounce pad. De itt nincsen. Akkor itt mégis mi kell? Kérdezzük meg Mr. Bigget? Hát itt vagyok Mr. Bigget, de mit kérdezzünk tőle? I think I can break this? Most mire gondolsz? Ezt? Ja, hogy ezt? Ezt kell. Én azt hittem, hogy a... Oké, jó, most már tudjuk. Itt van. Rendben. Mr. Big helyett most Krimmel menjünk, mert itt a Fly Formation. És aha, itt is darabokra esik az egész. Innen akkor ugrok egyet, úgy ugrok még egyet, egy kilövés, jó, pajzs meg volt, ott a kulcsom, és azt el is kérem, és azt viszem, jó, én mivel gyerünk, a kilövés, gyerünk, lövjetek ki, szépen és gyorsan, Rocket Excel, így bizony, itt a nagy ellenfél, és ha nagyon sisakos, nem sisakos, jó, azokon nem, nincs nála sisak, püff oda egy, vagy a gyere hátrébb, jó, a pajzs megvédett, de utána meg végig csak. Ja, de itt is szokott dől. Nem dől el egyből. Jó, csak joda. Ez az, így level up. Aztán ugorjunk és törgőzzünk. Úgy körbe. Aha. Innen kell lesz egy ugrás és egy támadás. Ezzel pedig rákapaszkodik. A Team Darknál ezen a pályán volt azért egy elég komoly puzzle, amit... Hát jó, megcsináltam úgy utána, de azért hosszas volt. Tehát ezek a pályák elég hosszúak voltak, meg hát az összes pálya, ugye, ahogy haladtunk a játékban, elég hosszúak voltak a pályák. Hát a helyzet az, hogy én azért nem voltam úgy hozzászokva, hogy ilyen hosszúak a Sonic pályák. Én ezekkel a pályákkal így meg vagyok elégedve. Nekem ennyi úgy elég egy pályára. Most azért vagyok ilyen meglepő mindig így a pályáknál, hogy rövid, mert nem ehhez vagyok hozzászokva a Sonic Heroes-ban. De egyébként amúgy jók a klasszik játékokban is, vagy ami 1-2-3 perces egy pálya, nem pedig így a 6-10 perces, tehát amik voltak a Team Darknál, Team Sonicnál volt ilyen 10 perces pályát. Hát jó, nyilván először játszottam, és amiatt is a nehézség azért olyan volt, de azért mégis 6-7-8 perces, 10 perc az elég hosszú, elég kemény. Én szerintem legalábbis. Várjál erre akkor innen fentről. Jó van, a hasonlásra szétszedjük az egészet. Jó, Power Formation, ha bár itt még nincs beindítva. Jaja, itt kell az a három nyomógomb. Egymás mellett van mind a három, szóval nem túloztuk el nagyon. Ez itt a végső grind, ez az utolsó rész, amikor jönnek a lézer. Szerintem még nem. Vagy lehet, hogy mégis ez a végső. Várjál, nem tudom, hogy most küldi a lézertámadás. Nem, most nem lézertámadás. Hanem csak így simán egy lőtt be. Hát, oké, jó. Nekem ez is jó, nekem rendben van. Így is meglett az áramk. Dr. Eggman, ciao. Froggy, hol vagy? Froggyt lenyelte. Ez a te hibád, hogy Sonic és én nem vagyok együtt. Hát ez nem igaz. Amy azért már túlzásokba esik, szerintem legalábbis. Hát most Sonic meg Egg, de most akkor mi van? Hát most ilyet csinálni. Egg Emperor. Na gyerünk, akkor kezdjük és figyeljük a támadásait. Azt mondja egy szembe, egy vízszintes, egy bűgőleges vízszintes. Jó, szedjük fel a szintlépéseket. Bignek ott maradt semmi gond. Hoppá, azzal viszont gond van így. De így nem lesz gond. Vagy még egy... Jó, pont oda. Take this. Az bizony. Take this. Mit. Gyógyszer, take this, vagy milyen. Jó, hova megy a kamera? Ó, te! Na várjál csak, 1, 2, 3 és 4. Jó, utána meg támadások. Gyerünk! Csapjad! Vagy nem, miért nem sebzi? Hát nem hiszem el. Csap! De nem látom, hogy sebzi-e, vagy nem sebzi. Nagyon remélem, hogy sebzi. De nem látszik semmi egyszerűen. A pajzs? Pajzs miatt? Várjál, akkor szedjünk le. Nézzünk meg, hogy ezzel.
Nem írja a sebzést? Vagy mi van itt? Egy Team Blast-et nyomják neki, és akkor úgy legyőzzük? Vagy hogy lesz, hogy Amy-vel kellene pattogózni a pajzson? Na most írja ki! Most írja ki, hát na végre már valamit mutat a játék. Na gyerünk, akkor csapjuk oda, lőjük, mert nekem úgy kellene, hogy sebe... Hova mész? Ne menekülj már még kora reggel. Krimmel ott el lehet találni a melkasánál azt a sebesülhető pontot, az elég jó. Úgy veszem észre, itt Krimmel jobban lehet sebezni őt. Na jó, nyomjuk a Team Blast-et. Meglátjuk, mennyi életpontja marad még. 38, 32, 26, és akkor most pedig spameljük, mert ilyenkor sebezhetetlen mindenki, úgyhogy lehet küldeni, és így le is győztük. 3.30 alatt, pontosan 3.26 áránk így megvan. És akkor a befejezés, Dr. Eggmentot legyőztük, de megint ugye eltűnik, és akkor feljön, előjön, belőle, tehát benne volt egy ilyen fém folyadékba, Froggy és Chocolate Choki. Has been copied! Hallottad? Hallottad? Közben lemásolta. Akkor itt van, az volt Metal Sonic. Amy, ciao. Okay, ciao, ciao. Na, szevasztok. Minden rendben, de közben. Ó, oh, hát az ott nem Mr. Sonic ott? Hát nézzem. Hey, Sonic! Hát itt vagy! Oh! Egyen meg a zuzáját a kis Sonicomnak. Na most már kergetőzhetnek tovább, és akkor láthatjuk majd, hogy mi lesz még. Ugyanis már csak egy darab csapat maradt hátra, a Team Chaotix, viszont utána is lesz még egy, ahogy megszokhattátok az Adventure játékokban, egy Last Story is lesz. Azért majd visszamegyek a Chaos Smaragdokért, aztán Team Chaotix, hogyha ismeritek a csapattagokat és várjátok, akkor ne felejtjetek el feliratkozni, lájkolni, találkozunk legközelebb.